2023 utolsó megmérettetésére készülnek a Bajnokok Ligája a legjobb 16 csapata között búcsúzó futsalosaink. Hétfőn este tért haza csapatunk Lisszabonból, csütörtökön pedig már egy minden bizonnyal kőkemény párharc vár ránk idegenben a Kecskemét gárdája ellen. A legfontosabb ezután, a hosszú menetelés után a Bajnokok Ligájában, hogy a legtöbb játékosunk állapotát kivizsgáljuk és gondosan válasszuk ki a legjobb kondícióban lévőket. Ez az elsődleges szempont most az előttünk álló párharc tekintetében. Tisztában vagyunk a Kecskemét 5-4 elleni játékának erősségével, erre készülnünk kell. Azonban most a felkészülésünk inkább elméleti, mint gyakorlati, mert nagyon kevés időnk van. Összetartónak kell maradnunk, beszélgetni a mérkőzésről és a megfelelő stratégiát kell választanunk. De hangsúlyozom, hogy a keretet tekintve kell a legfigyelmesebbnek lennünk, hiszen néhányan nagyon fáradtak és kisebb sérülést szereztek. Mindemellett természetesen a 3 nagyon fontos pont megszerzése a célunk. Kovács Máté az év utolsó, minden tekintetében nehéz összecsapásán, a lefújásig tartó koncentrációban látja sikerességünk kulcsát. Egy nagyon nehéz találkozó vár ránk a Kecskemét ellen, ugye idegenben fogunk játszani ellenük. A legfontosabb a felkészülés során, hogy ki tudjuk pihenni a 3 nehéz Bajnokok Ligája mérkőzésünket, és fontos, hogy 40 percig tudjunk koncentrálni, és magunkhoz képest a maximumot tudjuk a pályára vinni. A Kecskemét vendégeként december 7-én csütörtökön 18 óra 30 perckor lépünk pályára. A mérkőzést élőben közvetíti a Scoregoal Kecskemét Futsal Klub YouTube csatornája. Hajrá, Hali!